Ahogy megszokhatták, két hetente rendőrségi híreinkkel jelentkezünk. Ez alkalommal is Karácsony Béla sajtószóvivő jön a legfrissebb kék hírekkel. Az elmúlt időszakban több ittas jelvezetővel szemben is intézkedtek a rendőrök. Egy 40 év körüli férfi közlekedett személygépkocsijával 2021. április 8-án 1 óra 56 perc körül Hajdúszoboszlón a Debreceni útfélen, amikor a rendőrök ellenőrizték. Az ellenőrzés során alkalmazott alkohol szonda pozitív értéket mutatott, ezért őt a rendőrkapitányságra elrajtották, a vezető engedélyét a helyszínen elvették. Az ügyben járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított nyomozást a rendőrség, melyet a napokban befejezett. A bűnözőeljárás lefolytatása során keletkezett iratokat az ügyészség részére megküldtük. Ittasnak bizonyult az a járművezető is, akivel szemben 2021. április 12-én 6 óra 25 perckor intézkedtek a rendőrök. A 43 év körüli férfi Hajdúszoboszlón a Szováti útfélen közlekedett az általa vezetett Peugeot típusú személygépkocsijával. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda ebben az esetben is pozitívnak bizonyult, a sofőrt elhajtották, a vezető engedélyét a rendőrök a helyszín intézkedés során elvették. Az ittasan gépkocsija volánja mögé ülő férfival szemben járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indult büntetőeljárás. Több olyan ügyben is indult nyomozás az elmúlt napokban, ahol a bűnözők internetes vásárlás alkalmával okoztak kárt a sértetteknek. Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet. Vásárlás megelőzően mindig győződjünk meg arról, hogy a weboldal, amelyen vásárolni szeretnénk, biztonságos. A webcím előtt szerepel a https://kitétel, vagy egy zöld lakat, mellette a biztonságos kifejezés. Ugyanakkor, ha ez megvan, még akkor sem vagyunk feltétlenül biztonságban. Nézzünk utána az oldal értékelésének. A közösségi oldalakon érdemes rákeresni a webáruházra, a lelkendező, pozitív kommentek túlsúlya és a kevés eladási tranzakció intőjel lehet. A feltűnően nagy árengedmény mindig gyanúsnak kell, hogy legyen. A fogyasztóvédelem felhívja ezzel kapcsolatban a figyelmet arra is, hogy gyanús, ha a fizetési feltételek között csupán előrefizetési lehetőséget biztosít a webáruház, vagy nem kellő részletességgel tájékoztatja a vásárlókat a szállítás részleteiről. Nagy értékű megrendelést soha ne adjunk le olyan oldalon, amivel nincs tapasztalatunk. Egy számunkra új webáruházból kis összegért rendeljünk először. Mindig győződjünk meg arról, hogy azon az oldalon vagyunk, ahonnan eredetileg vásárolni szerettünk volna. Nézzük meg a webcímet, ha tudjuk, mi a webáruház neve, gyanakodhatunk, ha ettől eltér a webes elérhetőség. Vásárlás előtt olvassuk el az általános szerződési felteleket. Az online piaszterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért, ezért fontos észben tartani ezt. Garanciát jelenthet, ha a webáruháznak fizikai üzlete van, amit a Google segítségével könnyen ellenőrizhetünk, az adott címen valóban az adott üzlet működik-e. A magyar nyelvű ügyfélszolgált szintén biztosítékot jelent. Ha úgy látja, minden óvintézkedés ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakóhelye szerinti illetékes rendőrkapitányságon, nevejelentését megteheti személyesen, bármelyik rendőrszervnél, illetve az ingyenesen hívható 112-es segélyhívószámon.